Abból az alkalomból jöttünk össze, hogy átadjuk, illetve átadják a falunak, a községnek a felújított polgármesteri hivatalt, aminek a történetéről ennyit kell tudni, hogy 1900-ban épült, és tulajdonképpen a mostani felújítás után is eredeti formájában láthatjuk, sokkal korszerűbb formában. A védelembe vett épületeink közé tartozik, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy meg tudtuk őrizni az eredetiségét, és ugyanakkor a legkorszerűbb eszközökkel és körülmények közé sikerült juttatni ezt az épületet. Rögtön felkérném a polgármester urat, mondja el a pályázat történetét és magát a pályázati folyamatot. Köszönöm szépen. Hát én valóban én csak néhány dolgot szeretnék elmondani az egész hivatal korszerűsítés folyamatáról. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt elnök úr, tisztelt megjelentek. Lassan egy éve, hogy megkezdődött a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, a TOP 3, 2, 1, 84,5 milliós pályázati támogatása segítségével, amiért köszönet a döntéshozóknak. A kivitelezés során kicserélésre kerültek a fűtés biztosító gázkazánok. A régiekre az utolsó évben már nem találtunk olyan vállalkozót, aki a karbantartást vállalta volna, mert az egykori gyártó már nem biztosított alkatrészt hozzá. Valamennyi fűtőtest az egész épületben önálló szabályozó egységet kapott, nem lehet túl meleg vagy túl hideg radiátor rendes beállítások esetén. Valamennyi nyilázáró mai előírásoknak megfelelő hőszigetelésére lett cserélve. Az épület külső szigetelése mindenhol 16 cm-es hőszigetelés réteggel lett kialakítva. A teljes padlástér hőszigetelő kőzetgyapott paplannal, fóliával lett lefedve. Mivel csak az épület utcafronti szárnyán volt cseréphéjalás, az oldalszárnyak hullámpalával voltak fedve, ide is szigetelő rétegre cseréphéjalás készült. A veszélyes hulladéknak számító hullámpala pedig lerakóba került. A mozgáskorlátozottak részére a mai előírásoknak megfelelően akadálymentesített mellékhelyiség kialakítása történt meg. És nem utolsó sorban, sőt, mondhatnám elsősorban, napelemek kerültek telepítésre az e szempontból is jó fekvésű épület tetejére. Mindeközben a hivatal két nap kivételével, ez az utcai fronti ablakok cseréje volt, folyamatosan üzemelt és fogadta az ügyfeleket. Ezért is külön köszönet illeti mind a kivitelező munkaszervezését, mind a hivatal dolgozóinak megértését, türelmét. A hosszú téli próbaüzem után nyugodtan mondhatom, hogy várva még az elszámolás lezárását, a projekt sikeres volt. A munkák párhuzamosan folytak, hasonló energetikai megtakarítás célzó tartalmú VP-s pályázat keretében támogatott kisiskolai rendezvényközpont kialakításával. És ezzel még nem zárult le pályázati fejlesztések sora. Folyamatban van a szintén topos támogatást elnyert Dorog-Kesztölc közötti kerékpárút és a művelődési ház melletti Mélyút és Kosári utca vízrendezésének engedélyeztetési eljárása, amit a közbeszerzés és a kivitelezés fog követni. Meg kell említenem az idén indult Magyar Falvak pályázati programot, melynek eddig kiírásra került elemei közül pályáztunk az egészségházba orvosi eszközök beszerzésére, várjuk az útkarbantartásra, óvodaudvar karbantartása felújításra, települési karbantartást végző kisgép beszerzésére kiírásra kerülő pályázatokat, melyeken a képviselőtestület döntése értelmébe indulni szeretnénk. Mint korábban mondtam, a hivatal működésében fennakadás nem volt, kívánom az itt dolgozóknak és a betérő ügyfeleknek, hogy a továbbiakban is érezzék magukénak a felújított épületet, és az szolgáljon meg elégedésükre. Köszönöm a figyelmüket. Elnök úr, itt Sziámikreként járjuk a választókerület településeit itt hónapok óta. Hál' Istennek elérkeztünk abba a stádiumba, hogy a sokat emlegetett ígéretek valóra válnak, és mindenhol megújulnak az óvodák, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok, kisebb útszakaszok, vízrendezések történnek, ipari területfejlesztés, ezeket elnök úr el tudja az egész megyére vonatkozóan sorolni, és hál' Istennek az a fajta konszenzusos pályázati rendszer, amit sikerült kialakítanunk, az gyakorlatilag úgy tűnik, hogy eredményesen működik, azok az indikatív listák, amiket a települések megjelöltek, hogy milyen pályázatokat szeretnének látni.
ebben a településfejlesztési, területfejlesztési programban, azok mind-mind megvalósulnak, és hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy mind a megyei KFT, ami segíti ezeknek a beruházásoknak a bonyolítását, mind a képviselőtestületeknek az együttműködés az önkormányzatoknál, a megyei önkormányzatoknál, helyi településeknél, mind-mind hatékonnyá és működőképessé teszi ezt a rendszert. Nagyon remélem, hogy a Magyar Falu programban majd hasonlóan sikeresek leszünk, bár hallhattuk itt a kerékpárút kapcsán, hogy még jövőre is lesznek olyan elérhető eredmények, amelyek előttünk állnak. És én azt kívánom magunknak, hogy mindig legyen a településben elég ambíció, a kormányzatban meg mindig legyen annyi rugalmasság és olyan pályázatkiírási rendszer, hogy a megyei önkormányzatok segítségével az uniós forrásokat minél hatékonyabban és tényleg a helyi igényeknek megfelelően tudjuk majd felhasználni. És mindig nagyon örülök, amikor egy-egy ilyen alkalommal megköszönhetem általában a környékbeli helyi kivitelezőknek a munkáját, azt a fajta odaadást, amit az érintett intézményeknek a dolgozói tanúsítanak ezeknek a munkálatoknak a folyamán, hogy sajátjuknak érzik tényleg a közösségé mindaz, ami elkészül és ami megvalósul. És hát nagyon hálás dolog, amikor nem csak ígéretekről tud az ember beszélni, hanem megéri azt is, hogy el tud jönni, és az ígéretek valóra válnak. Nagyon remélem, hogy a jövőbeni terveinkkel majd ugyanígy tudunk előre haladni az elkövetkezendőkben. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szerettem volna hozzájárulni a átadó ünnepséghez. Köszönöm szépen a figyelmet. Én is nagy örömmel jöttem ma ide Kesztölcre átadni ezt a pazarul felújított épületet. Magyarország, legalábbis az utóbbi időben a magyar kormány áldásos tevékenységének hála a leghatékonyabban hívja le az Európai Uniós forrásokat. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy egyetlen eurócentet sem hagyunk az Európai Unió zsákjába, hanem áthozzuk Magyarországra, és ebből fejlesztéseket finanszírozunk. Itt mögöttem látható egy ilyen, ami a topos projekteknek a fejlesztése. Ezeket a kormányzat ránk bízta, hogy mi intézzük, mi menedzseljük, mi koordináljuk, és mi hozzuk meg erről a támogató döntést. Néhány éve arról ment a polémia, hogy hol mire van szükség, mit tudunk megépíteni, mit tudunk megcsinálni. Mindenki elmondta a vágyait, és hogyha tudtuk, akkor igyekeztünk a forrást ehhez biztosítani. Így élhetett Kesztölc ezzel a lehetőséggel, és én külön nagyon örülök a vízrendezésnek is, az különösen a kis településekre fókuszáljuk. Legtöbb kis település, aki igényelt vízrendezési pénzt, az kapott. Nagyon remélem, hogy itt is hasznosan lesz elköltve. Látható itt mögöttem, hogy ez egy teljes komplex felújítás volt, legalábbis kívülről. Ugye a külső felújítás az azért jó, mert valóban nagyon sok pénzt lehet vele spórolni, és itt nyírászálócsele, külső szigetelés, a széleknek a tető megújítása, födémszigetelés, új kazánok, új napelemek, ami a környezetvédelem szempontjából nekem külön szívügyem, mind-mind bekerültek. És még jól is néz ki. Tulajdonképpen ez a lényeg, amit először hallottunk, hogy beleillik továbbra is a faluképbe, és akik pedig ide járnak és használják, mert azért ne felejtsük el, nem magunknak, meg az önkormányzat sem magának csinálja, hanem azoknak az embereknek, akik ide jönnek, azoknak biztos hasznára fog válni. Úgyhogy államtitkár úrnak nagyon köszönjük a sok segítséget, az önkormányzatnak és a dolgozóinak nagyon köszönjük azt a sok munkát, amit a pályázat megnyerése után elvégeztek, és kívánom azt, hogy mind az önkormányzat dolgozói, mind pedig Kesztölc egész lakossága jó egészséggel tudja ezt a megújult szép intézményt használni. Köszönöm szépen!